Szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió kedves nézőit. Szeptember 30-án hétfőn Híradó Extra című műsorunkban az elmúlt hét legfontosabb helyi és térségi híreivel jelentkezünk. Kérem, tartsanak velünk! Megtartotta a most záruló önkormányzati ciklus utolsó ülését a Hévízi képviselőtestület. Ennek kapcsán Papp Gábor polgármester azt mondta, 2019 után rengeteg nehézséggel kellett szembenéznie a fürdővárosnak, de Hévíz ezzel együtt is tud eredményeket felmutatni. Megállapodtam, hogy a képviselőtestület határozatképes. A városvezető emlékeztetett, a Covid és annak számos gazdasági következménye, majd a háború, az energiaválság és a turizmus visszaesése mind-mind sújtotta a várost 2020 óta. Ezeken túl kellett lenni, ezeken nagyon nehezen lehetett túl lenni, nagyon sok munka volt ehhez szükséges, odafigyelés, pontosság, kitartás, sőt mondhatom azt, hogy alázat. Ezek voltak, akik alkalmazkodni tudtak, és voltak, akik nem tudtak alkalmazkodni. A polgármester arról is beszélt, hatalmas eredmény, hogy az autóbuszpályaudvar átépítésének elhúzódó projektjét sikerült megmenteni, nem kellett visszafizetni az elnyert forrást, a kormányzati támogatásnak köszönhetően pedig hamarosan befejeződhet a munka. Szerinte az elért eredményekre a jövőben is lehet építeni, hiszen stabilak az alapok. Készülőség jelentze azt. Köszönöm, egy hónap elfogadva. A testületi ülés egyik legfontosabb döntése az volt, hogy az önkormányzat a fenntartói változások ellenére továbbra is biztosítja a hévíziek sportolási lehetőségét. A törvényi kötelezettségek miatt ugyanis szeptember elején a város átadta a sportcsarnokot, illetve a Bibó gimnázium ingatlanait a tankerületnek, ami évente mintegy 50 millió forintos megtakarítást eredményez. Ez a helyzet azt is hozta magával, hogy a sportkörben sportoló gyermekek, illetve az ott lévő sportolók, közel 400 sportolóról beszélünk, akik korábban ezeket a, és elsősorban a két sportcsarnokot folyamatosan használták, főleg a téli időszakban. Ezt eddig ingyenesen tehették az önkormányzat, ezért nem kért pénzt, viszont ezt már a tankerület nem teheti meg törvényi szabályozás szerint. A helyhatóság most úgy döntött, a terembérletet magára vállalja, s a szükséges 15 millió forintot biztosítja a sportkör számára. A polgármester arra hívta fel a figyelmet, a város így is 35 millió forintot spórol a korábbi költségekhez képest, a labdarúgók, a kézi és kosárlabdázók, s az asztali teniszezők pedig továbbra is használhatják ezeket a létesítményeket. Negyedik alkalommal került megrendezésre a hévízi Tündér Rózsa Folk Fesztivál. A rendezvény 2020 óta színesíti a Fürdőváros program kínálatát. Az esemény jelentőségét mi sem mutatja jobban, hogy a házigazda a Hévízi Turisztikai Egyesület mellé az évek során bekapcsolódott a Gyenes Néptánc Együttes, Hévízváros önkormányzata és a Gyenes Diási Közkultúra Alapítvány is. Néptánc nem csak egyszerű tánc vagy mozgásforma, hagyományőrzés vagy népi kultúraápolás, hanem közösségépítés is. A táncosok az évek során hosszan átívelő próbák és fellépéseken keresztül egységé kovácsolódnak, barátságok kötődnek és mélyülnek el. Hangosan éneklő népi hagyományoknak megfelelő öltözékbe bújt menettel vette kezdetét a 4. Tündér Rózsa Folk Fest. A fesztivál első napján a legkisebbeké és a fiataloké volt a főszerep. A színes kavalkád jól mutatta, hogy a néptánc szeretete már nagyon fiatalon meg tudja táncoltatni, még a legfiatalabbakat is. Ragyogó szemű gyerekek és csillogó szemű szülők, így lehetne a legkönnyebben összefoglalni a műsor elejét. Én már 3 éves korom óta táncolok Gyenes Diáson, ahol óviba elkezdődött a tánctanítás Fodor Edith nénitől, és 14 évesen kerültem fel a felnőtt csoportba, aminek már lassan 9 éve. Milyen közösség alakult itt ki? Mennyire vagy velük úgymond baráti vagy családi viszonyban? Hát a gyerekekkel, a nálam fiatalabbak lányok olyanok, mint a húgaim,
A testvérem is itt táncol, szóval igazából egy nagy család vagyunk az egész együttes. Természetesen nem csak a gyerekek képviseltették magukat a nap során, hanem olyan tagok is, akiknek már évtizedek óta az élete része a néptánc. Hát a csapatnak alapvetően lassan már 20 éve tagja vagyok, egy kisebb-nagyobb kihagyással, utoljára egy 6 éve táncolok aktívan újra. Elég nagy részét képezi az életemnek a néptánc, pénteki próbák, esetlegi szombati próbák, illetve hát heti rendszerességgel voltak nyáron fellépéseink, úgyhogy sok fellépéssel sok időt elvett, de jól érezzük magunkat, ez a lényeg. Fellépések során a fiatal táncosok olyan élményekkel gazdagodnak, amelyeket máshonnan nem tudnának begyűjteni. Én már 8 éve néptáncolok itt Hévízen, és szerintem ez egy nagyon jó közösség alakult ki, mindenki mindenkivel jóban van, és szerintem megérte becsatlakozni. Én 6 éve táncolok, azért már 1 évet kihagytam, én nagyon szeretem ezt a közösséget, mert nagyon sok barátom itt van. Én is 8 éve táncolok. És szerintem is, én is ugyanazt mondanám, mint az Erik, hogy nagyon jó közösség alakult ki, és én is szeretek ide járni, mert szerintem táncolni jó, és hogyha az ember teheti, akkor minél többször el kell járni táncolni. Hogyan is hozza össze ennyire a néptánc a fiatalokat? Hogyan alakul ki ez a szoros kötelék? Alapvetően maga a néptánc szeretete hozza össze a csapatot, és utána baráti, illetve hát majdnem családi kapcsolat alakul ki közöttünk. Nagyon sokat vagyunk együtt próbákon, fellépéseken, belföldi, külföldi utazásokon, bulizni is szoktunk együtt járni, úgyhogy igazából összekovácsolja a csapatot maga a tánc. Azonban a néptánc kialakította közösségek hagyományőrző hatása nem áll meg a folkfesztiváloknál, a néptánc találkozóknál. Nagyon jó példa erre a Gyenesdiási Közkultúra Alapítvány is, akik a mindennapi életbe is becsempészik a hagyományokat. Gyenesdiáson, ahol a táncsoport is működik, működik a Gyenesdiási Közkultúra Alapítvány, ami támogatja ezeket a kezdeményezéseket. Ezek keretében alapvetően táncházakat szervezünk, hagyományőrző locsolást, Mártonnapi kultúrestet, ilyen különböző rendezvényekben vagyunk benne. Tündér Rózsa Folkfest második napja felnőtt táncosok, énekesek felvonulásával kezdődött. Népi hagyományos öltözetek varázsolták el a nézelődőket a város több pontján, csalogatva a színpad felé a publikumot. A helyi és környékbeli táncosok mellett távolabbról is érkeztek Hévízre, hogy különleges ruhakölteményükkel színesítsék a felvonulási menetet. Tánckedvelő családok vagyunk, akik megtaláltuk egymást a Velencei tó partján, és hát úgy próbálunk, hogy együtt a gyerekeinkkel, akikből nem kevés van, most csak egy részét hoztuk el. Mindannyian korábban már táncoltunk, és hát oda költöztünk, ott élünk, és így ez lett a hobbink, és egyben a, hát a szenvedélyünk is, igen, egy kicsit. És így magunknak varjuk a ruháinkat, a lányokat is erre tanítjuk, akik fiatalabbak, hogy maguknak tudják meg, hogy milyen az a viselet, hogyan készül, és ugyanígy a táncokat is mi tanítjuk egymásnak. A program keretében néptánc és népzene uralta két napon át Hévíz belvárosát. A színpadon elsőként a Kárpáti János általános és alapfokú művészeti iskola növendékeinek műsorát láthatta a közönség. Ne vágd meg a piros almát, megrohadj! Ne vágd!
szeretőddel. A Gyenes Diási Intézményben már hosszú évek óta nevelik a gyermekeket a magyar népzene szeretetére. A fesztivál egyik fő célja a hagyományok ápolása, megőrzése mellett a gyermekeknek kínálni bemutatkozási lehetőséget. Jaj, de szépen zöld el a Rimóci határ, közepi belegel egy kis bárány. Nagyon fontos, hogy ez egy hiánypótló fesztivál igazából a népzene, néptánc hagyományaira épül, és azt gondolom, hogy ennélkül azért nem teljes egy programpaletta, egy éves programpaletta. Másodszorban pedig, hogy nagyon szeretik a vendégek. Tehát most már a negyedik év van visszajelzésünk rá, hogy jönnek, szeretik, és nagyon örülnek annak, hogy ezen részt tudnak venni. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek a néptáncot 5-6 éves koruk óta művelik, és nagyon fontos, hogy bemutatkozási lehetőség adjunk nekik, ezzel együtt, hogy kiáll a színpadra, taps és siker van, ez mindennél kárpótolja őket. A műsor folytatásában aprólábúakat és felnőtteket csalogattak táncolni a Gyenes Néptánc Együttes tagjai. A programot már évek óta segíti a Néptánc Együttes színvonalas műsorokkal és hagyományos táncok bemutatásával. Mina kocsi, agyagír, cigány kocsi, spokorra, Hát együttesünk arra tette föl úgymond az életét, hogy a Kárpát-medence magyarságának néptáncait éltesse, ezt mutassa be a közönségnek. Igyekszünk közönségközpontúan bemutatni ezeket, hogy a közönséget minél jobban el tudjuk varázsolni. Igyekszünk megélni a hagyományokat, ezért nem csak a tánc és az ének van az életünkben, hanem az egyéb a népszokások is, mint például a Mártonnap megünneplése, a farsangolás, a húsvét, mint például a Gyenes Néptánc Együttes és a gyerek csoportjainak az életébe benne van. A Tündér Rózsa Folkfesten népzenei kórusok is bemutatkoztak. Elsőként a Hévízi Tiszta Forrás dalkör műsorát láthatta a publikum. Az egyesület 2002-ben alakult, azóta számos díj és elismerés tulajdonosa. Elsődlegesen a zalai népdalkincsekből válogatnak, de szívesen éneklik a történelmi Magyarország minden tájegységének dalait. Miért nem teremtem én húzát? A kezdetekre én nem tudok visszaemlékezni, csak a tagokról tudom, hogy több mint 20 éve, aztán 2 éve volt a 20 éves jubileum, akkor jöttek össze, és akkor még nem tudták, hogy mit fognak csinálni. A közösség hozta őket össze, a közös cél hozta össze az éneklés szeretete, és aztán úgy alakult, hogy népdalok voltak azok, amit mindenki tudott énekelni. Hát akkor még 20 évvel fiatalabbak voltak. Nagyon sajnáljuk, hogy a 20 évvel most fiatalabbak nem jönnek, nem csatlakoznak. A tagság ugyan cserélődött közben, de még jó lenne a fiatalítás. A Gyenes Diási Népdalkör is színpadra lépett, akik többek között boros mulatos dalokkal, kiskunhalasi dallamokkal és zalai népdalcsokrokkal szórakoztatták a közönséget. Minek az a pöke falak, ha a legény csak egy falak, így tedd rá, úgy tedd rá, máma tedd rá, holnap után nem érünk rá, így tedd rá, úgy tedd rá. Az én uram olyan tiszta, kétszer mosdik egy hónapba, így tedd rá, úgy tedd rá, máma tedd rá, holnap tedd rá, holnap után nem érünk rá, így tedd rá, úgy tedd rá. A Hévízi program idén is nagyon népszerű kikapcsolódást kínálta a helyi, környékbeli és távolabbi vendégek számára. A közönség soraiban külföldiek is élvezték a magyar hagyományos népdalok és néptáncok bőséges kínálatát.
Akár a színpad előtt, akár egy pohár bort kortyolgatva, minden korosztály megtalálhatta a számára kedves elfoglaltságot a hétvégén a fürdővárosban. Élet, élet, bundás élet, ez ám a gyöngy élet, ha megunom magamat, magam is úgy élek. Dr. Iglódi Endre egykoron a kanizsai Grund boldog hőse volt, majd egyetemistaként életeket mentett a Balatonon, a Gyenesdiási strandon. A zalai sztárügyvéd a vármegye és így hévi sportéletének megkerülhetetlen szereplője. Erről sporttudósítóként és könyvei által is vall, mind a mai napig. Van egy könyvem, ami azt mondja, hogy városaim és hat volt benne, és most az előbb, amit itt megláttam a te monitoron, azon csak öt volt. Csányi Zoltán, a Keszthelyi Kedvelem sorozat házigazdája válogatott, kivetített fotósor kíséretében foggatta dr. Iglódi Endrét, az évek óta sikeres, őszinte beszélgetések 42. vendégét. Keszthely díszpolgára, a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke pedig úgy mesélt, ahogyan szinte sosem hallani. Képzeljék, hogy olyan fekvés lakásom volt, hogy az egyik ablakból láttam a vasútfutballpályát, a másikból az olajbányász futballpályát, a harmadikból a nagykanizsai Dózsa futballpályát. Ez valami egész elképesztő. A beszélgetés során számos történet elevenedett meg, például a nagykanizsai gyermekkorról, illetve a keszthelyi hévízi sportéletről és a mindennapokról. Egy ilyen sportvárosban nőttem fel, és azt kell tudni, hogy én péntek délutántól vasárnap estig jártam a sporteseményeket. Én ott voltam az NB1-es tekemeccsen is. Tudod, meddig tart egy ilyen mérkőzés? 4,5 órán keresztül. Volt olyan, hogy egyedüli néző voltam. Jó egy-két feleség, egy-két fér, tehát néhány hozzátartozó volt talán, de jártam mindenre, asztali teniszre, ökölvívásra, számtalan eseményre, és hát olyankor vasárnap este olyan 7:30-8 magasságában pedig azonosultam azzal, hogy hétfő tanítási nap, és hiányosak még a hétfőre nézve a tananyag ismereteim. Élete egyik legnagyobb élményének azt nevezte, hogy gimnazistaként találkozott a magyar Terézanyával, aki 65 éven át szolgálta Istent és az embereket Indiában, s akit ott többen ismernek, mint a legendás Puskás Ferencet. 1971-ben és 1978-ban két alkalommal itt járt Magyarországon a magyar Terézanya. Róla nagyon kevesen tudnak, nagyon-nagyon távoli rokonom. 19 éves korában Belgiumba, majd Indiába került, 65 éven keresztül ott Bardik tartományba felépített 10 iskolát, 2 kórházat. Indiának Kalkuttától északra fekvő részén a legismertebb magyar ember volt. Magyarországi nagyságú területen egyedüli európaiként élt. A vasmegyei Olaszfáról származó szerzetes, polgári nevén Ódor Teréz, távoli rokona dr. Iglódi Endrének, aki számára a hit s az Isten kapcsolat máig rendkívül fontos. A már hagyományosnak számító őszi diáknapokon 54 gólyát avattak Bibossá. A program részeként az elsős diákoknak a városban kellett kreatív feladatokat teljesíteniük, majd az avatás az iskola sportcsarnokában folytatódott. Ismét diáknapot tartottak a hévízi Bibó István gimnáziumban, ahol a hagyományokhoz híven gólyavató ünnepséget is szerveztek az elsősöknek. Többek között vetélkedőkkel, a végzősök által kitalált feladatokkal várták a 9. évfolyamos új diákokat, akik idén 54-en vannak. Az avatás gyakorlatilag úgy történik, hogy megadnak nekik előre egy témát, amire vagy ami alapján fel kell öltözniük és meg kell jelenniük. A mostani menetben az egyik osztály a 101 kis kutyát kapta, a másik osztály pedig a minyonokat, hogy viszonylag könnyen megvalósítható legyen ruházati megjelenésbe. A bevonulás szokás szerint derűsre sikerült. A végzősök talicskán és széken vitték be osztályfőnökeiket az iskola sportcsarnokába, ahol a 2 9. osztály aztán külön-külön végezte a feladatokat az avatókkal, de voltak közös kihívásaik is. Én igazából a 12B-nek az osztály anyukája vagyok, úgyhogy igazából minden feladatnál leszek, és ilyen kis szervezkedés a feladatom.
Igazából ügyességi feladatokat is találtunk ki. A két osztály külön-külön csinál feladatokat, de a végén egy kis közös táncra is meghívjuk a gólyákat. Ez egy életre szóló élmény lesz. A kicsik még nem tudják, hogy mi vár rájuk, de reméljük, hogy nem veszik nagyon zokon, és a maradék éveiket nem úgy töltik itt, hogy erre emlékeznek. Legalábbis nem a rosszakra. Azért készülünk itt minden jóval is. Minden kis feladatban lesz egy kis vicces, ajándék. Egy kis ajándék, egy kis ez-az. Reméljük, hogy nagyon élvezni fogják, mert mi szeretettel csináltuk. Lufi borotválás, csukott szájjal rúzsozás és egyéb vicces ügyességi feladatok is várták a gólyákat, akik jól vették az akadályokat. Eddig egész jó, még nem indult be az iskola nekünk szerencsére annyira, de így gólyaként ugye ez 20-áig vagyis máig tartott, így egész jó, voltak sok feladataim, volt egy pókembernek kellett például beöltöznöm, öltönybe jönni, de én ezeket szerettem nagyon. A játékos feladatok mellett természetesen az iskola névadójára is megemlékeztek, az iskola bejáratánál pedig koszorút helyeztek el dr. Bibó István táblájánál. Harmadik születésnapját ünnepelte a Hévízi Szépkorúak Vidám Társasága. A Városházán megrendezett programon a tánc és a vidámságé volt a főszerep, ahova saját süteményekkel, illetve jókedvel érkeztek az ünneplők. Boldog születésnapot, Szépkorúak! A Hévízi Szépkorúak Vidám Társasága idén ünnepelte fennállásának harmadik évfordulóját. Ennek örömére találkoztak a Városháza dísztermében, hogy közösen kocincsanak és mulassanak. Ma van a Hévízi Szépkorúak Vidám Társaságának harmadik születésnapja. A születésnap mindig egy fontos dolog az emberek életébe és a közösségek életébe is, amely arra is pont jó, hogy elgondolkodjunk azon, hogy az elmúlt egy évben mennyi sok szép élményben volt részünk, meg arra is jó, hogy egy kicsit megtervezzük a következő egy évet, és legyenek céljaink, és akkor tudjuk, hogy merre menjünk tovább. Az előző év is rengeteg élményt adott. Havonta többször is találkoztak, és saját rendezvényeket is szerveztek. Köztük jótékonysági programokat, kirándulásokat, és ahogy fogalmaztak, szépen élték a szépkorukat, mert ha a szépkorú jól van, akkor az egész család sokkal jobban van, sőt, a város is. Nagy céljaink vannak, olyan programokat és rendezvényeket szeretnénk tartani, ahol jól érezzük magunkat, ahol lehetőség van beszélgetésre, lehetőség van kultúrprogramokra, lehetőség van nótázásra, táncolásra, kirándulásra, tehát ilyen programokat tervezünk. Az októberi hónap az egészség és a mosoly körül forog majd, minden hétre egy-egy programot terveznek majd ezen tematikák szerint, amikhez bárki csatlakozhat, nem csak a szépkorúak. A Vidám programra sokan érkeztek, ahol tánccal, versekkel és jókedvel töltötték meg a Városháza dísztermét. Mi Kalocsáról költöztünk ide, és mi népi táncosok voltunk, kislánykorom óta népi táncos voltam. Amikor kiskoromban, akkor a kicsi csoportokban voltam, később pedig a felnőtt csoportokban is táncoltam. Nagyon szeretünk táncolni, nem csak a hagyományos úgynevezett kalocsai táncokat, hanem horvát táncot, görög táncot, tehát más táncokat is szívesen táncolunk. A programok folytatódnak, aki kíváncsi és csatlakozna, bátran keresse fel a Hévízi Szépkorúak Vidám Társaságát. Szeptember 21-től az eredeti müncheni Oktoberfesttel egy időben, két héten keresztül idén is megrendezik a Hévízi Oktoberfestet a Hofbrau vendéglőben. Élő zenével, bajorétel és ital különlegességekkel várják a hazai és külföldi vendégeket egyaránt. Igazi fesztivál hangulat várta a Hévízi Oktoberfest nyitónapján az érdeklődőket a Hofbrau vendéglőben. Őszi stílusú dekoráció, élőzene, bajor étel különlegességek és jellegzetes sörkínálat. Ez mind megtalálható két héten keresztül a Hévízi vendéglőben. Az immár hagyományos rendezvény 17. alkalommal tartják meg a fürdővárosban, idén is a müncheni Oktoberfesttel egy időben, szeptember 21-e és október 6-a között. Nagy sikere van,
még Bajáról is, a Tiszán túlról is jönnek vendégek. Éppen délután találkoztam egy vendéggel, aki mondta, hogy az ismerősei hívták fel a figyelmét, hogy erre a rendezvényre feltétlenül jöjjön el. Hát nagyon-nagyon vendégcsalogató programokkal készülünk, minden este élő zenével, minden nap van egy speciális menüajánlat, de azon kívül van a la carte étlapunk is. Speciális bajor ételekkel, sörökkel, buzasör, hofbrausör, tehát széles a választék. Az előző évekhez hasonlóan idén is sokan szerették volna megérezni a bajor hagyományokkal rendelkező fesztivál hangulatot. Nem csak a magyar, a külföldi vendégek is előszeretettel látogatják a rendezvényt, akadnak olyanok is, akik már rendszeres visszatérői a programnak. Ich komme aus Czerszeg Tomaj. Czerszeg Tomajról érkeztünk, már 20 éve itt élünk. Nagyon tetszik nekem Magyarország, gyönyörű. És minden évben itt ünnepeljük az Oktoberfestet. Jól érezzük magunkat, nagyon finom kaják vannak, jó a tánc, jó a zene, ezért kivizem a házunk, és többet itt vagyunk mi azért. A jó hangulat és a bajor specialitások mellett idén is fűtött sátor várja október 6-áig azokat, akik szeretnék megízlelni a hévízi Oktoberfest hangulatát. Egy éve alakult a Magyar Vöröskereszt Hévízi alapszervezete, ami folyamatos előadásokkal próbál ismeretanyagot átadni a városunkban élőknek. Az előadások mindig egy jól meghatározható témát járnak körbe, javarészt az idősebb korosztályt és az ő problémáikat megcélozva. Mozgásszervi betegségek rehabilitációjáról fogok beszélni. Mozgásszervi betegségek megelőzése, gyógyítása, rehabilitációja. Ezekkel a témákkal is találkozhattak az elmúlt alkalmak során azok, akik a Magyar Vöröskereszt Hévízi alapszervezetének a szervezésében megvalósult előadásokra látogattak. A mostani előadás a sorban a negyedik, és tematikáját tekintve szorosan kapcsolódik az előzőhöz, ami a mozgásszervi betegségekről szólt. Most azok gyógyítását és rehabilitációját járták körbe. Az elmúlt előadáson is szép számmal voltak, meg az első előadáson is, úgyhogy remélem, hogy most is sok embert vonz, és minél idősebbek vagyunk, annál inkább előfordul ez a mozgásszervi probléma, térd, válnyak, mindenféle ízületi probléma, úgyhogy biztos, hogy reménykedem, hogy most is szép számmal lesznek. És a következő előadást pedig szeretnénk valami lelki, pszichológiai dologgal folytatni, hiszen minden betegségnek az alapja, majdnem minden betegségnek az alapja lelki dolgokon múlik. A várakozásoknak megfelelően szép számú érdeklődő jelent meg a Városháza dísztermében. Az előadás hangsúlyt fektetett arra, hogy a mozgásszervi problémák tekintetében a különböző fogalmakat és szakterületeket tisztázza és elkülönítse. Gyakran még összekeverik a mindennapi életben a reumatológiát és a rehabilitációt. A reumatológia ízületi betegségekkel foglalkozik, a rehabilitációban egy fogyatékos embert hozunk jobb helyzetbe, az életminőségét javítjuk. Az egész rehabilitáció az életminőség javításáról szól. Az előadások folytatása, azok folyamatos fenntartása a helyi alapszervezet hosszú távú céljai között szerepel. A Vonyarcvashegyi Szent Mihály Fogadalmi Halászkápolna az év Balatoni Háza építészeti díjpályázat külön díját kapta meg. A felújított kápolna a település egyik leglátogatottabb pontja és a térség egyik kiemelt szakrális helyszíne. A Szent Mihály Fogadalmi Halászkápolna a közös kincsünk. És mindezt azért tesszük, hogy a jelenben kinekítása volt. Az év Balatoni Háza 2023-as építészeti díjpályázat Balatoni Szövetség külön díjasa lett a Vonyarcvashegyi Szent Mihály Fogadalmi Halászkápolna. A Balatoni Szövetség által létrehozott pályázatot idén hirdették meg 7. alkalommal, célja felhívni a figyelmet az értékek megtartásának, az épített környezet megőrzésének fontosságára. Ahogy a Balatoni Szövetség elnöke fogalmazott, a Balaton és környéke egy csoda, közös múltunk és óvandó kincsünk. Az év Balatoni Háza
pályázaton évről évre egyre többen jelentkeznek. És ez azt jelenti, hogy elértük a célt azzal, hogy most már rang ezen részt venni, mint az építetőknek, mint pedig a tervezőknek, és évről évre többen vannak, és ezért kellett nyilván ugye kategóriákat is létrehozni, és kategóriákat megállapítani, és ennek az egyik nyilván ugye az egyházi fenntartású, illetve az egyházi jellegű létesítmények azok, és hát itt ebben mi mindenféleképpen ragaszkodtunk hozzá, hogy ez legyen az, amit a Balatoni Szövetség méltónak tart erre a címre. Az elnök hozzátette, a Szent Mihály kápolna mind szellemiségében, mind elhelyezkedésében kiemelkedik, így lett a térség egyik leglátogatottabb kápolnája, mely a közelmúltban egy felújításon esett át. Pályázati forrásból és érseki adományból, több mint 110 millió forintból külső és belső rekonstrukciós munkákat végeztek el a felújítás első ütemében. A település polgármestere hangsúlyozta, természeti és épített örökségeink fenntartása fontos küldetés Vonyarcvashegyen, ennek egyik kiemelt pontja ez a műemléképület is. Közvetlenül a balatoni Bringa körút szomszédságában van, tehát több mint 140 ezer bicikliző megy el itt évente mellette. Ez mellett több mint 30 esküvőt tartunk itt fent a Szent Mihály kápolnában, illetve keresztelőknek, különböző istentiszteleteknek, egyházi előadásoknak színhelye. Szakrális hely révén minnak nagyon örülünk, hogy tulajdonképpen a turizmus szempontjából az identitásunkat, a kereszténységünket ez ilyen módon is tudjuk közvetíteni és továbbadni. A megnyitót követően felidézték a 40 halász legendáját, majd szakmai tanácskozás vette kezdetét a Zala vármegyei építészkamara szervezésében. A Vizit Balaton 365 és a Magyar Cukrász Ipartestület az Ezer Indok az őszi Balaton mellett kampány részeként sajtótájékoztató keretében mutatta be a Balaton sütijét. A küllemében és a magyar tengert idéző desszert helyi alapanyagokból készült, ízvilágában pedig a kék otelló szőlő dominál. Balaton nem csak nyáron van, hanem ősszel, télen és tavasszal is. Igaz, hogy mást kínál, másképpen szép, másképpen izgalmas és másképpen finom dolgokat, mint amiket nyáron megszoktunk. Az idejében indította a Visit Balaton 365 az Ezer Indok az őszi Balaton mellett című kampányát, amelyben összegyűjtötték azokat a turisztikai szolgáltatókat, akik a magyar tenger környékén egész évben várják a vendégeiket. Az őszi kampány részeként többek között a Balaton ízeire próbálják meg felhívni a figyelmet. A Balatonnál eddig is voltak gasztronómiai fesztiválok, különböző ételversenyek, Balaton strandételeverseny, Balaton fagyiaverseny, és akkor úgy gondoltuk, hogy az ősz talán kiegészíthető még egy ilyen elemmel, és ez a Balaton sütije. A többi hasonló gasztronómiai akcióhoz képest ez egy picit más, annyiban, hogy itt nem verseny alapján dől el, hogy melyik lesz a Balaton sütije, hanem megkértünk egy hévízi vállalkozót, akivel korábban már dolgoztunk együtt, vagy egy izgalmas, jellemzően a balatoni alapanyagokból készülő színvilágában megjelenésében is a balatoni életérzést visszaadó süteményt készítsen. A küllemében is a Balatont idéző helyi alapanyagokból készült kék otelló ízvilágú süteményt a Magyar Cukrász Ipartestület elnöksége véleményezte, zsűrizte. A sajtótájékoztatón elhangzott a harmonikus desszert, a mai kor követelményeinek megfelelő megjelenésében a modern nemzetközi cukrászatot képviseli. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke hozzátette, a sütemény igazi ékszerdoboznak számít a mai cukrászdai kínálatban. Nagyon jó sütemény lett a végeredmény, hogy megjelennek benne ugye a helyi alapanyagok, ez nagyon fontos volt nekünk is, nyilván a cukrászdának is, hogy gyakorlatilag a sütemény a kinézetében mondjuk a Balaton tükrözze, ez meg is jelenik tényleg így a víztükör akár a külső jegyekben, de beltartalmában pedig a helyi alapanyagok legyen a főszere. Karádi Szabolcs hévízi vállalkozó és a Szegretó cukrászat tulajdonosa hangsúlyozta. Nagy büszkeség számukra, hogy ők alkothatták meg a 2024-es Balaton sütijét. A vállalkozó hozzátette, öröm látni, hogy egyre többen választják az éves nyitvatartást a Balaton partján. Ez a Visit Balaton 365 nagyon jó a kezdeményezés az, hogy mindenhol a Balaton parton 4 évszak legyen, hisz
nagyon muszáj ez. Elmondtam a sajtótájékoztatón, hogy van egy egységem, egy vendéglátó egységem, ami 21 éve működik, és télen sokkal több a vendégünk, hisztörös vendégeket gyűjtöttünk. Most már kimerem mondani, hogy hol Hévízen van ez a macchiato. Kávézó 21 év alatt elértük azt, hogy télen, ősszel és tavasszal több a vendégünk, mint nyáron. A Szegretúdi Otello névre keresztelt süteményt Farkas Bernadetta, a Szegretú cukrászat főcukrász alkotta. Mint elmondta, igazi kihívás volt számára, de egyben öröm munka is. A cél az volt, hogy színben, ízvilágban egy Balatont idéző desszertet alkosson. Ugye maga egy szőlőmusz kapott helyet benne, emellett még megjelenik benne a málna, a szeder, emellett még a mandula, a mogyoró. Ugye a közepén a kékség azt a Balaton vizét ábrázolja. Én úgy gondolom, hogy jól sikerült a sütemény, igen sokat kísérleteztem vele, mire megkapta ezt a végleges formáját, remélem, hogy majd másoknak is tetszeni fog. A Balaton sütije szeptember 27-től több helyszínen is elérhető, többek között Hévízen a Macchiato kávézóban és Keszthelyen a Szegretó cukrászat mintaboltjában. Csodaszarvas családi napot tartottak a Festetics Imre élményközpontban Gyenesdiáson. Az évek óta népszerű rendezvényre idén is sokan kilátogattak, ahol színesebbnél színesebb programokkal várták a gyerekeket és a felnőtteket. Aki minőségi, változatos programokra vágyott, biztosan a Gyenesdiási Festetics Imre élményközpontban töltötte a vasárnapot. A délutánig tartó családi napon légpuskás élménylövészettel, lézerharccal, hagyományőrző eszközökkel, gyerekeknek szóló izgalmas fizika előadással és zenés-verses bohóc műsorral is találkozhattak, akik kilátogattak a programra. Úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy családi napot, ahol a családoknak ilyen óriási nagy élményeket adunk, egy ilyen nagy élménycsemborit adunk. Az az elvünk, hogy mind horizontálisan, mind vertikálisan ilyen integrátori szerepet töltsünk be, amelynek következtében szeretettel látunk itt különböző árusokat, akik mutatják a portékáikat, kínálják a portékáikat. Ezen kívül különböző attrakciókat hívunk, amik a gyerkőcök számára, elsődlegesen a gyerkőcök számára és a gyerekes családok számára adnak élményeket. Az élmények valóban igaziak és kézzelfoghatóak voltak. A gyerekek nagy elánnal és örömmel vetették bele magukat a különböző játékokba. Lézerharccal települtünk ki. Mint láttuk, elég nagy az érdeklődés, a gyerekek, felnőttek egyaránt imádják ezt a programot. Érdemes kilátogatni itt a mai nap, meg a későbbiekben is, hogyha lesz ilyen programjuk, mert rengeteg érdekes dolgot hoztak, és csodálatos környezetben vagyunk. Az aktív játékok után a gyerekek az agyukat is megtornáztathatták egy fizika előadás alkalmával, ahol izgalmas kísérletekben is részt vehettek, megtapasztalva energiát, erőt, anyagot, mozgást. Minden tantárgya, vagy minden dologgal, természettudományok különösen így van, hogy akkor lehet közel hozni a gyerekekhez, ha azt ők maguk csinálják, ők maguk csinálhatják. Úgyhogy tizen sok éve Pécsett a Zsolnai negyedben Varázsóra néven indítottunk egy ilyen programot, ahol interaktív kísérletekkel jelentkezünk a gyerekeknek, családoknak, és hát igyekszünk őket minél több kísérletbe bevonni. És ez így sem történt másként. A tudomány és a tanulás is közelebb hozható a gyerekekhez, ha érdekesen és játékosan mutatják meg nekik a világot. A bohócokat általában bolondos szórakoztatóként képzeljük el, de vannak olyanok is, akik a nevettetésen túl mást is szeretnének megmutatni. Ribizli bohóc műsora más tematika szerint épül fel, mint a bohóckodás általában. Mára egy zenés-verses gyermekműsorral készültem, ami az állatokról fog szólni, és kicsit kirándulni fogunk, diót fogunk törni, tehát egy nagyon vidám zenés-verses műsor lesz. És hogy miért nem az az igazi, tehát igazából nem is tudom, hogy mi az, hogy a klasszikus bohóc nem vagyok, mivel nem cirkuszban játszom, nem hajtogatok lufit sem, tehát nem dobálok lufi, mit szoktak dobálni? Tortát sem dobálok. Tehát én a zenére és a versekre építem az előadásaimat. Az élménypark állatai mellett más kedvenceket is láthattak a kilátogatók. A terápiás kutyák bemutató műsora és a pónilovas lovagoltatás is népszerűnek bizonyult. Emellett hagyományőrző eszközöket is kipróbálhattak a gyerekek, az igazán bátrak pedig a légpuskával, a légpisztollyal is megismerkedhettek, a Befaglövészklub segítségével.
lassan 2 éve fogok sportlövészkedni légpisztollyal. És miért választottad ezt a sportot? Édesapám vadászik, meg úgy nagyon szeretek lőni, nagyon közel áll hozzám. Mit szeretsz benne a legjobban? Az, hogy mindig az a nagy odafigyelés. Nagyon oda kell figyelni, nagyon kell koncentrálni. Ez egyáltalán nem egy könnyű sport, hogy csak dúrogtatunk néhányat. Csodaszarvas családi nap nem csak élményeket, de számos ismeretet is adott a gyerekeknek. A szervezett programokon túl megismerkedhettek Magyarország őshonos háziállataival és nagyvadjaival is. Doglány című sorozatunk következő részében újabb négylábúakkal ismerkedhetnek meg nézőink a karmacsi Elizabeth menedék kutyusai közül. Segítsünk nekik együtt, hogy ők is gazdira találjanak. Mindenkinek jár egy újabb esély a boldogságra. Ez elmondható az Elizabeth menedék védenceiről is. Az állandó teltházzal működő telephelyen több mint 60 felnőtt és számos kölyök kutya várja a számára megfelelő gazdi jelöltet. A kis négylábúak felújított kennelekben altatás nélkül élhetik mindennapjaikat. A megfelelő életkörülményeken túl már csak a szerető, gondoskodó család várat magára. Sorozatunkban újabb 3 védencet ismertetünk, talán rájuk talál a szerencse. Itt Donna, aki pár hónapos kora óta van velünk, most már azért olyan 1 éves, ivartalanítva van, és ahogy látszik, ő egy nagyon aktív kutya, úgyhogy egy nagyon aktív gazdát keresünk neki, és hát egy picit domináns is, hajlamos arra, hogy dominál, úgyhogy igazából egy határozott gazdi kell. Ő hát nagy valószínűséggel egy Steffi keverék, de azért van benne más is, mert ugye hosszabb feje van, úgyhogy valami más belekeveredett, de az is inkább egy aktív fajta lehet. Amúgy is a Steffik egyébként önmagukban is aktívak, de lehet, hogy még van benne egy vizsla vagy egy agár, úgyhogy ez így duplán hoz a temperamentumba, de egyébként lehet őt kezelni. Csak mindenképpen tényleg olyan valaki kell, aki elviszi kutyaiskolába is akár, és nagyokat sétál vele. Más kutyákkal viszonya szó-szó, de együtt volt más kutyával, csak azért a hajlamos abban is egy kicsit ott kötekedni, úgyhogy ezért mondtam azt, hogy olyan gazdi kell, aki ezt tudja kezelni. Cserszeg Tomajról jött, júliusban szóltak először a szomszédok, hogy van egy lakatlan háznál egy kutya. És akkor kimentem megnézni, és hát meg is mutatkozott 2 kis szempára farakás mögül, de amikor szóltam, akkor elindult a másik irányba, úgyhogy aztán megkértem a szomszédot, hogyha már ott van, akkor segítsen, hogyha tud. Volt kis csapdája, ilyen élvefogó csapda, de abban nem ment be. És most, augusztus végén hívott, hogy megvan a kutyus. Úgyhogy egy picit ott csatangolt a kisasszony, egy másik kutyával volt egyébként, úgyhogy biztos jól érezte magát, de hogy került oda, azt igazából nem mondta el. Csipje az nem volt természetesen, mert miért is. És aztán kiderült, hogy egyébként ő nem is annyira félős, hanem inkább ilyen cuki, mert nagyon hamar megbarátkozott velünk. Úgyhogy fiatal, 2-3 éves, már ivartalanítva van, most kapta meg a hiányzó oltását, és hát ő ilyen kis cuki, más fiúkutyákkal simán kijön, de szerintem lányokkal is. Úgyhogy hát mindenképp ilyen kis lakáskutyának tudom őt elképzelni. Azt hiszem, ő talán a legfiatalabb lakónk most, vagyis hát úgy értve, hogy a kevesebb időt töltötte még nálunk, és remélhetőleg nem is fog olyan sokat. 2 éves, Fritz, egy ivaros kankutya. Tudni kell a Beagle-ről, hogy igenis ő egy vadászkutyának kitenyésztett kutya, és hát ő neki nagyon-nagyon kell a szagok, a mozgás, menni. Nagyon ügyesek egyébként sportokban is, bár nem sokan használják sportra, de
de azt kell mondjam, hogy ismerek több iglőt, és a nagy része szökik, ha nincs lefárasztva. Most van, lehet lakásban is tartani, én azt mondom, sőt ugye rövid a szőre, meg egyszerűbb, ha megvan, legalább a lakásban úgymond rá van kényszerülve az ember, hogy levigye sétálni. Cukakutyával remekül kijön, lehet, hogy a fiúkkal is össze lehet szoktatni, alapvetően egy nagyon kedves természetű kutya. Ivartalanítás után lehet majd örökbe fogadni. Amúgy egy jól ápolt kiskutya, úgyhogy elhanyagolva nem volt, meg az oltásai is úgy tudom, hogy rendben vannak. A tél közelettével nagy szükség lenne a menhelyi védencek örökbefogadására, támogatására. Az élelmen túl fontos ebben az időszakban a szalma, az ágynemőhúzat és a pléd is. Az anyagi támogatást is szívesen fogadják a menhely munkatársai. Most már adó 1%-kal is támogathatjuk a kutyusokat, valamint visszaváltató palackokkal is segíthetjük az Elizabeth menedék védenceinek életét. Emellett októberben önkénteseket is várnak, akikkel közösen tehetik kényelmesebbé az itt rekedt kutyusok mindennapjait. Most már talán megszokhatták, akik ismerik a menhelyt, hogy szoktunk csinálni egy nagy takarítós napot. Most ez idén október 12-én lesz. Nagyon reméljük, hogy az időjárás is engedi, hogy itt mindenféle dolgokat megcsináljunk, téliesítsünk. És ezen az október 12-én még lesznek egyéb feladatok is, úgyhogy sok-sok kézre lesz szükségünk, férfiak, nők egyaránt, mert van önkormányzattal szerződésünk, és nagyon úgy néz ki, hogy meg fognak érkezni kenelek, és azt is össze kellene rakni, amit ugye mi ketten nem tudunk megcsinálni. Tehát lesz feladat bőven, mi készülünk étellel, itallal, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit október 12-én, olyan 10 órától 16 óráig, hát ahogy majd végzünk. Ha pedig nagyon-nagyon rossz idő lesz, akkor találunk szerintem egy alternatív napot. De térjünk is vissza sorozatunk eredeti céljához. Amennyiben Donna, Piri vagy Fritz felkeltette érdeklődésüket, ne habozzanak, hiszen nekik ez egy új sors kezdete lehet. Hévízi általános iskolás diákok ismerkedtek a fafaragással egy intézményen kívüli technika óra keretén. Németh Ferenc népi iparművész tartott előadást a könyvtárban és mutatta meg munkáit a gyerekeknek. Németh Ferenc fafaragó népi iparművész tartott rendkívüli technikaórát az I.S. Gyula általános iskola diákjainak a Városi Könyvtár Mesterségem sorozatának keretében Hévízen. Az elméleti oktatás egyfajta utazásnak volt tekinthető a favilágában. Tulajdonképpen azért is hoztam ezt a kész terméket, hogy egy kis látnivalóra is legyen a gyerekeknek, az albumokba betekinthetnek. Nagyon sok munka, tulajdonképpen az 50 éves munkásságomnak egy része, egy története. A Szepetneken élő Németh Ferenc már 1972 óta foglalkozik fafaragással. A kezdeti próbálkozásokat idővel elismerő szavak és érdeklődő tekintetek követték, amik meghozták a kedvét a további alkotáshoz. Hát a lényege az, hogy száraz fából kell minden esetben, bármit szeretnétek készíteni, száraz fának kell lenni. Keze alól az apró sakfiguráktól a gyerekjátékokig, a látványos és méretes játszóterektől köztéri szobrokig sok minden kikerült már. Fontos feladatának tartja, hogy a gyerekekkel is megszerettesse a fát, táborokat is tart, ahol vésőt, kalapácsot ad a kezükbe, megtanítja őket sok mindenre. Nagy akaratárő kell, anélkül nincs, hogyha úgy érzi, hogy nem sikerült valami, akkor próbáljon korrigálni, próbáljon ki egy másik fát, próbáljon egy könnyebb munkát megoldani. A Hévízi Könyvtár céljául tűzte ki, hogy a sorozat keretében elfeledett, vagy a gyerekek által kevésbé ismert szakmákat is megismertessen a diákokkal, lehetőséget biztosítva azok kipróbálására. Az állandó teltházzal működő Elizabeth menedék telephelyén több tucat kutya várja a számára megfelelő gazdijelöltet. A menhelyereket kutyusok megfelelő életkörülményének fenntartásához minden időszakban tárgyi és anyagi támogatásra van szükség. Segítsünk együtt! Kutyaugatástól hangos a karmacsi Elizabeth menedék.
Az állandó teltházzal működő menhelyen több tucat kutya éli a mindennapját. A nyári időszakban a telephely munkatársai több mentésben részt vettek. Jelenleg is több négylábú van, mint a hány férőhely. Augusztus elején volt egy nagy mentésünk Zalakoppányban, ahonnan 17 kutya került hozzánk, idősek, fiatalok egyaránt, és hát ők eléggé alultápláltak, muszáj nekik jobb minőségű ételt adnunk, mindenféle kiegészítőket, étrendkiegészítőket kapnak, illetve nagyon magas orvosi költséggel is számolhatunk, mert külön mindenkinek tesztet kellett csinálni, ezt a hármas teszt, szívférek teszt, mondjuk most mindegyik szűrve van erre. Nagyon-nagyon alultápláltak voltak, bél problémájuk van, szem problémájuk, bőr problémájuk, szóval így minden, amit el tudunk képzelni. Szász Anna továbbá szeretné felhívni a figyelmet a felelős állattartás fontosságára. Egy felelős gazda mielőtt magához venne egy állatot, utána néz a fajta szükségleteinek. Komolyan át kell gondolni ezt a döntést, mert nem egy tárgyról van szó, hanem egy élő lényről, akiről akár évtizedekig gondoskodni kell. Az állattartás felelősség, elkötelezettség, gondoskodás. Most is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a felelős állattartás az nem az, hogy ha bajban vagyok, nem kérek segítséget, vagy a gyereknek veszek egy kutyát, és két hónapig gondozom, aztán majd lesz, ami lesz, vagy odaadom a menhelynek. Igazából a legszomorúbb eset ugye az, amikor egy idős kutya bekerül hozzánk, mert a gazdája mondjuk meghal, vagy kórházba kerül, nem jön ki többet. Ez a legszomorúbb történet a kutya szempontjából is, meg nyilván a gazdi szempontjából is, ezt el tudjuk fogadni, de azt, hogy valaki vesz egy kutyát, és úgymond ilyen eszközként tekint rá, a gyereknek játékszer, azt nem. Tehát ezt mindenképpen nagyon-nagyon át kell gondolni, és aki nem hiszi ezt el, jöjjön el egy menhelyre, akár segítsen a menhelyen, és úgy is meg fogja látni, hogy ez milyen munka. A menhelyen kutyaiskola program segíti az állatok szocializációját. Szívesen fogadják az önkénteseket, akik eltöltenének egy kis időt a védencekkel. Nagy szükség lenne az örökbefogadókra, emellett a téli időszak közelettével szalmára, ágyneműhúzatra és plédre. Az anyagi támogatást is szívesen fogadják a menhely munkatársai. Most már adó 1%-kal is támogathatjuk a kutyusokat, valamint visszaváltható palackokkal is segíthetjük az Elizabeth menedék életét. Műsorunk végén kollégáim nevében is búcsúzom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszontlátásra! Pusztító árvíz árasztotta el Közép-Európát, de Magyarország összefogott a bajban. A munka jól szervezett, a védművek tartanak, az egyenruhások, a szakemberek és az önkéntesek helytállnak a gátakon. Köszönjük a védekezők munkáját, az árhullám csúcsa elhagyta Magyarországot, ahogy 2013-ban, úgy most is Magyarország megcsinálja.